A szolnok orkáz kitűzője látható középen, mellette pedig a Pittsburgh pingvinsé. A két csapat közül alig, ha nem, az észak-amerikai az ismertebb jégkorongos körökben, de ennek a szolnoki fiatalembernek így is életre szóló élmény volt, hogy a világ legnagyobb hoki utánpótlás tornáján vehetett részt. Igazából korcsában ugyanolyan szinten voltak, mint mi, csak az volt a különbség, hogy ők nagyon nagyobb volt az összjátékuk, mint a magyaroké. Zalána Jászberényi Lehel-HC-ben játszik, onnan kérte őt ki a Vasas a kanadai torna idejére, lévén korosztályában igencsak magasan a jegyzett játékos. Így került Quebecbe, ahol 150 csapat indult a PUI tornán ami a résztvevő játékosok egyáltalán nem hajlott kora miatt a Pisisek tornája nevet kapta. Játszottunk az első torna mérkőzésünkkel egy francia csapattal, akiket megvertünk 3-0-ra. Aztán még a torna mérkőzése játszottunk egy kanadai csapattal, azokat megvertük épp, hogy 2-1-re, hosszabbításban sikerült őket megvernünk, és aztán kikaptunk egy kanadai csapattól 8-2-re. Aztán voltak még ilyen barátságos mérkőzések, amin játszottunk Ausztrál, ö Olasz, a amerikai és kanadai csapatok ellen. Ez a nagy fehér ruhadarab nem hálóing, hanem a 61. PV torna hivatalos meze. Ez is emlékezteti a szolnoki ifjú jégkorongozót a 3-4 ezer néző előtt lejátszott meccsekre.